A takarékszövetkezeteket érintő változássorozat tavaly nyáron kezdődött az akkor hatályba lépett új jogszabállyal. A törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációját szabályozza, a fokozatosan életbe lépő keresztgarancia rendszert, melynek kiépítésével egy biztonságosabb és átláthatóbb gazdálkodású hitelintézeti szövetség jön létre. Ennek a törvénynek a következtében a Magyarországon működő összes takarékszövetkezet egy közösséget alkot, és ennek a közösségnek a szabályairól szól tulajdonképpen a törvény. 15 hónap telt el a bevezetése óta, és azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül félúton vagyunk az átalakulásban. Elindult egy olyan egyesülési folyamat itt a környéken, aminek a következtében több takarékszövetkezet összefog, és a végén egy nagyobb, még erősebb intézmény jöhet létre. Ez itt a környékbeli takarékszövetkezeteknél már részben megvalósult valóság, hiszen a múlt hétvégén is itt például Zemplénben, nem messze tőlünk történt egy ilyen egyesülés, és mi magunk is egy hasonló egyesülésen dolgozunk ma. Egy kicsit nagyobb, majdnem hogy regionális kitekintésű egyesülésen. A gyenge takarékszövetkezetek kihullottak a sorból. Én gondolom, hogy a kedves zsolcai ügyfeleink is sokat hallottak erről a sajtóhíradásaiból. Itt-ott megszűnt egy-egy takarékszövetkezet. Ezek ilyen riadalmat keltő hírek általában, és hát természetes módon fölmerül a kérdés, hogy miért is szűnnek meg egyes hitelintézetek, és mi lesz a többivel. Nos, hát ebben a folyamatban lassan a végéhez közeledik az átalakítás. December 10-e egy olyan határnap, amit a már említett törvény az úgynevezett kockázati közösség megalakításának határnapjául jelöl ki. Addig, akik talpon maradtak, azok megmaradnak. Én ma itt elmondtam a részközgyűlésen nagy örömmel, hogy a Felső-Zsolca és Vidéke Takarékszövetkezet a talpon maradott takarékszövetkezetek közé tartozik, sőt, működésünk stabilabb, mint valaha. Eredményesen gazdálkodunk, tőkénk gyarapodik, és eredményeink is azt mutatják, hogy életképes a takarékszövetkezet. A közgyűlésen szó esett a hitelintézeti szolgáltatások körének bővítéséről és a szövetkezet épületének felújításáról is. Először is az a tervünk, hogy az ügyfeleknek egyre több és jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk. Talán ez a legfontosabb, amit el kell, hogy mondjak. Eddig is sok mindent tettünk. Én úgy gondolom, hogy a zsolcaiak jól ismerik a mi tevékenységünket, de a jövőben számíthatnak arra, hogy minden létező hitelintézeti szolgáltatást itt helyben Felső-Zsolcán nyújtani fogunk tudni. Én úgy gondolom, hogy ez örömhír. Nagyon szépen megújult takarékszövetkezeti kirendeltségünk van itt Zsolcán. Ugye ez a központi, a legnagyobb kirendeltségünk, igen büszkék vagyunk rá. Az a 100 millió forintos beruházás, amivel az árvíz után rendbe tettük az épületet, úgy gondolom, hogy a zsolcaiaknak is egyfajta büszkesége. Mi szeretnénk, hogyha Zsolca egy átalakuló rendszerben továbbra is központi helyet foglalna el a takarékszövetkezet működésében. Több mint egy évtizede vezeti a takarékszövetkezet Felső-Zsolca város önkormányzat számláit, emellett a kulturális élet mecénása is. Felső-Zsolca város gazdasági életébe nagyon lényeges, hogy a Felső-Zsolcai Takarékszövetkezet továbbra is itt maradjon, és most a fejlesztések során a regionális központ maradjon Felső-Zsolca. Felső-Zsolcának nem csak gazdasági érdeke, hogy a takarékszövetkezet itt legyen, hanem a civil szervezetek támogatása a polgárosodás során elindult városnak egy lényeges alapja, egyrészt támogató, de nem csak mint támogató, hanem adott esetben a gazdasági fejlesztések terén, ha valamikor is gond lehet, vagy gond volt az önrészsel, akkor a hitelfelvételben is nagy segítséget nyújtott a városnak. Több mint 10 éve a takarékszövetkezetünk vezeti Felső-Zsolca város önkormányzatának számláit, és számos szolgáltatással is rendelkezésére állunk a város önkormányzatának. Ez egy nagyon jól működő együttműködés. Megszoktuk már egymást, megszerettük egymást, ha szabad ezt mondanom, és a város mindenkori vezetésével harmonikus a kapcsolatunk. Túl ezen
Azt hiszem fontos azt is kiemelni, hogy a takarékszövetkezetünk ennek a kisvárosnak az életében szponzori szerepet is betölt, hiszen az itt működő civil szervezetek, kulturális egyesületek, tánccsoport, énekkarok és hasonló kezdeményezések és események finanszírozásában is részt vállal. Ha eredményesen működik a takarékszövetkezet, akkor a jövőben is lehetőségünk lesz erre. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Felsőzsolcán a kulturális élet mecénásának tekintenek bennünket. Az elmúlt gazdasági ciklusban, vagy az elmúlt 4 évben nagyon sokszor, mert nehéz helyzetben volt az önkormányzat, a hitelnyújtással, különböző ingatlanok fedezetnek a benyújtásával hitel biztosított nekünk részünkre, és az is nagyon jó volt, hogy a fejlesztési beruházásokhoz, az önerőhöz is a hitelt a helyben el tudtuk intézni a takarék szövetkezet keretéből. Azt kell mondanom összességében, ha jövőben is igényt tartanánk rá, és az lenne jó, hogyha itt lenne a központja, bízunk benne, hogy itt is lesz. Szakmai munkaszínvonalát jónak értékeljük, és gazdaságilag a város érdeke egyértelmű, hogy továbbra is itt maradjon. A takarékszövetkezet központi szerepet tölt be az átalakuló rendszerben is.